A 2021 évelejétől folyamatosan emelkedő jogellenesen belépők, illetve azt megkísérlők száma miatt szerződéses határvadász jogviszony létrehozásáról és készenléti rendőrség határvadász ezred felállításáról döntött a magyar kormány július 8-án. Ehhez kapcsolódóan várják a leendő határvadászok jelentkezését Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyék határvadász századainak állományába. Sajnos az elmúlt években Magyarország és ezen belül a magyar rendőrség is fokozódó illegális migrációval kényszerült szembenézni. Nagyon sok kollégám vesz részt a határőrizetben, akár a határforgalom ellenőrzésben, akár pedig a zöld határőrizetében. Fokozódó megterhelés mellett kellett ellátni szolgálati feladataikat, ezért Magyarország kormánya, a belügyminisztérium és a rendőrség úgy döntött, hogy egy hatékony, hathatós, gyors és gazdaságos megoldást kell találni arra, hogy a meglévő rendőri állományt tehermentesítsük, de a zöld határőrizetével kapcsolatos feladatokat maradéktalanul el tudjuk látni. Mik a jelentkezés feltételei, kiknek érdemes jelentkezni határvadásznak? Jelentkezés minimum feltételei az a betöltött 18. életév, de be nem töltött 55. életév, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, minimum 8 általános iskolai végzettség. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez viszont csak a minimum feltétel, ennél magasabb iskolai végzettséggel is várunk jelentkezőket. Toborzó csoportok kerültek felállításra, létrehozásra került Budapesten a központi toborzó iroda, valamint az érintett megyékben a készenléti rendőrség objektumában, jelen esetben Debrecenben a Sámsoni úton toborzó irodák kerültek felállításra, valamint a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság egy mobil toborzó csoportot is létrehozott. A jelentkezéseket elsősorban a toborzó irodában várjuk a Sámsoni úton. Mindemellett működteti a rendőrség a Facebook oldalát, valamint a police.hu weboldalon is elérhető a jelentkezési egységcsomag. Mindemellett bármely rendőri szerv meg tudja adni a szükséges felvilágosítást, illetve működtetünk zöld számot, és közreadásra került két mobiltelefonszám, ahol kimondottan Hajdú-Bihar megyei érdeklődők jelentkezését, hívását várjuk. Azok, akik felvételt nyernek határvadásznak, a képzés során mi vár rájuk, hogyan fog zajlani a képzés? Az elgondolásunk az, hogy a képzést Hajdú-Bihar megye vonatkozásában Debrecenben fogjuk végrehajtani. 4 hetes, 160 órás képzés lesz elméleti és gyakorlati tárgyakkal, lőkiképzés, intézkedés, taktikai felkészítés. A leendő kollégák minden olyan tudást meg fognak kapni tapasztalt, felkészült kollégáinktól, amivel el tudják látni majd szolgálati feladataikat. Nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy habár a készenléti rendőrség állományába kerülnek leendő kollégáink, a tényleges szolgálat ellátás a Hajdú-Bihar megyei rendőrfőkapitányság határrendészeti kirendeltségein lesz. 44 főt várunk Bihar keresztesre, 16 főt Létavértesre, 32 főt pedig Nyírábrányba. A szolgálatellátás, a gyakorlati feladatok végrehajtása az államhatár őrizete lesz, határőrizeti határvédelmi feladatok, minden esetben tapasztalt, felkészült kollégák kíséretében. Nem úgy lesz, hogy rögtön önállóan látják el a szolgálatot, hanem tapasztalt kollégáink mentorálják őket, megadják a szükséges felkészítést ahhoz, hogy el tudják sajátítani a szakma rejtelmeit. A jelentkezők már a képzés megkezdésekor alapilletményre, a későbbiekben pedig különféle pótlékokra és juttatásokra lesznek jogosultak. A bruttó alapilletmény az 300 ezer forint, ezt a felvétel első napjától kapni fogják az érintettek. A 160 órás képzés elvégzése után pedig különböző pótlékokra egy pótlék rendszerre lesznek jogosultak. Készenléti pótlék, éjszakai pótlék, valamint egy különleges határvadász pótlék, ami alapesetben óránként 570 forint, hogyha képességeik, rátermettségük erre lehetőséget biztosít, akkor egy emelt szintű képzésen fognak még részt venni. Annak elvégzése után már 1140 forint lesz az óránkénti pótlék. Ha lemodellezünk az alap 570 forintos pótlékkal egy hónapot, akkor bruttó 399 ezer forintos illetményre lesznek jogosultak. A rendőrség biztosít évente 200 ezer forint kafetériát, lakhatási támogatást, illetve munkába járási támogatást.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a munkatörvénykönyvénél előnyösebb szabadságfeltételeket biztosítunk. Az éves alapszabadság az 25 nap lesz, évenként pedig egy nappal nőni fog ez, első évben 26, 27, majd pedig 28 napra a harmadik év végére. Első ütemben összesen 2200 fő szerződéses határvadász felvétele, képzése és szolgálatba állítására van szükség a készenléti rendőrség határvadász ezredébe. A céllétszám elérése esetén Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Szabolcs-Szatmár-Bereg, valamint Hajdú-Bihar megyékben összesen 23 határvadász századot állítanak fel.